Épül az uszoda, szeptember végén átadhatják a 2,5 milliárd forintból megvalósuló bújtosi uszodát a Continental Arena mellett. Fontos változások, több ponton is módosul a csok, elindul a babaváró hitel július 1-től. Halad a múzeumfalu felújítása, a jelenlegi tervek szerint augusztusban befejeződik a közel 800 millió forintos fejlesztés. A tervek szerint szeptember végére elkészül a bújtosi úszoda. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új sportlétesítmény 2,5 milliárd forintból valósul meg. Ez nagy részt TAO forrás, illetve az összeg 30%-át a kormány biztosítja. Az uszodában egy 10 pályás nagybedencét és tanmedencét is kialakítanak, a közel 300 fős lelátónak köszönhetően pedig nemzetközi versenyek helyszíne is lehet a jövőben. Megépült a bújtosi uszoda legmagasabb pontja, így Bokréta avató keretein belül mutatták be a sajtónak a beruházás jelenlegi állapotát. Az építkezés a terv szerint halad, várhatóan szeptember végén át is adják. A sportlétesítmény egyszerre szolgálja az élsportot, a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is. A bújtosi uszoda egy közel 30 éves terve a városnak, Kovács Ferenc polgármester kiemelte, ami eddig csak ígéret volt, most megvalósul a megyeszékhelyen. Elődeink a szocialista vezetés évtizedekig ígérgetett, és semmi nem történt meg. Ennek a egyik régen várt projektje volt a jégpálya, amit tavaly átadtunk, és nagyon népszerű, jól működik. A másik ez az uszoda, ezt is 30 évig ígérgették. És most már látszik, hogy ez nagyon jó úton van, szeptember végére tervezzük a nyitást. És ez nem csak azért fontos, mert ugye régi ígérgetések után valósul meg, hanem erre nagyon nagy szükség van. Láthattuk a jégpályánál is, több mint 35 ezres látogató volt az őszi-téli szezonban, és én azt remélem, hogy ez is így fog járni az uszoda. Nyíregyháza egy sportos város, a sport infrastruktúra fejlesztésére nagy hangsúlyt helyeztek az elmúlt években, tette hozzá Kovács Ferenc. A kerékpárút hálózat hamarosan 71 kilométer hosszú lesz, de népszerű a 19 kondipark is a városban, és az ovi sportpályák is. A most épülő uszodában kialakítanak egy 220 cm mély és 50 méter hosszú 10 pályás nagymedencét, mellette pedig egy 25 méteres, 70 cm mély tanmedencét is, illetve versenybírói szoba, öltözők és egy közel 300 fős lelátót is építenek. Ezek a paraméterek lehetővé teszik, hogy nemzetközi versenyek helyszínéül is szolgáljon majd a bújtosi uszoda. A legfontosabb célunk, hogy mindenki sportoljon, és ezen belül, hogyha uszodai létesítményről van szó, akkor mindenki tanuljon meg úszni. Ehhez viszont olyan feltételeket kell megteremteni, amely tényleg a családok aktivitását fogja hozni, hiszen nagyon kell ebben a világunkban, ami egy nagyon gyors, nagyon rohanó világunk, rengeteg fejlesztésen megyünk túl, akár életmódbeli változásokon is, hogy a gyermekeknek megteremtsük azt a lehetőséget, hogy a legjobb feltételeket tudjuk biztosítani, egy biztonságos, szép környezetet, és megteremtsük azt, hogy a digitális világon túl van más is, és a mozgást, az pedig mindennapos részeként kell egy gyermeknek beültetni a kis életébe. A vízilabda sportágnak és az úszó sportnak jelenleg nincs olyan létesítménye, ami biztosítaná a tökéletes felkészülést, de ennek ellenére sem állnak rosszul egyik sportágban sem a nyíregyháziak. A Nyíregyházi Sportcentrum úszószakága és az Aquasport Egyesület vízilabdásai a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vízterületein tudnak edzeni. Jelenleg 100-150 igazolt versenyző van, de bíznak benne, hogy az új sportlétesítmény a toborzást is segíti majd a jövőben. Az Aqua utánpótlás csapatai nagyon szépen szerepelnek évről évre. Egyelőre a sikereket utánpótlás korosztályba érjük el, de természetesen OB2-es csapattal is rendelkezik az Egyesület, és az úszó palántáink is évről évre egyre feljebb emelkednek a ranglistákon. Az új nyíregyházi sportlétesítmény alapterülete a 4300 négyzetmétert is meghaladja. A 2,5 milliárd forintos beruházás összegének 70%-át TAO forrás biztosítja, a fennmaradó 30%-ot a kormány finanszírozza. A bújtosi úszoda az átadás után önkormányzati tulajdonba kerül.
Még többen igényelhetik a családi otthon teremtési kedvezményt, elindul a falusi csok, jön a babaváró hitel, sok újdonságot hoz a következő hónap a családok életében. Bármelyik konstrukciót is válasszuk, érdemes előbb alaposan tájékozódni, hiszen mindegyiknek más, egyedi a feltételrendszere. Már csak néhány nap van júliusig, amikor is fontos változások lépnek életbe. Ezek elsősorban a családokat érintik. Az egyik legfontosabb, hogy több ponton is módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a csok. A felvehető kamat támogatott lakáshitel összege 10-ről 15 millió forintra nő a három gyermekeseknél, illetve két gyerekes családok is felvehetnek 10 millió forint kedvezményes hitelt. 35 perc című műsorunkban egy otthon szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatások igénybevétele főleg a tervezett gyermekek esetében kockázatos. Viszont ahol még egy gyermek sincs, ott azért megfontolandó, hogy mit mernek bevállalni, mert hogy ezeket a kölcsönöket nem teljesítés esetén vissza kell fizetni. Az is nagyon fontos, hogyha vállalt babáról beszélünk, ahhoz házasságkötés szükséges. Ez generált egyébként most egy kisebb házasodási lázat. Tehát azok a fiatalok, akik jövőre vagy egy év múlva terveztek házasságkötést, most a polgári szertartást megtartják, és esetleg későbbre halasztanak egy dínomdánomot, hogy tudják igényelni és tudjanak tovább lépni. Elindul a falusi csok is, amelynek köszönhetően az 5000 fő alatti településeken is meglehetnek a jövőben azok a feltételek, amelyek hiánya miatt eddig sokan a közeli nagyvárosokba költöztek. A program az országban közel 2500 települést érint. A babaváró hitel névre keresztelt kamatmentes személyi kölcsön is a következő hónap első napjától igényelhető. Ennek visszafizetési feltételei jelenleg kedvezőbbnek tűnnek a csoknál, a szakértő szerint később akár össze is vonhatják a kettőt. Az új konstrukciónak is megvan a maga feltételrendszere. Első házasságban kell élnie legalább az egyik félnek a házastársak közül, az nem számít bele házasságnak, hogyha megözvegyült az egyik fél. Tehát tulajdonképpen az egyik félnek kell első házasságában élnie, és a hölgyeknél van egy bizonyos életkor, a 18 és a 40. Arra számítanak egyébként, hogy azok a fiatalok, akik frissen kikerülnek az egyetemről, azok fogják ezt leginkább igénybe venni, hiszen van rá idejük, hogy ezek a babák megszülessenek, illetve nekik biztosított lesz az a 3 éves jogviszony, ami a TB jogviszony. És azt is tudni kell, hogy ugye aki egyetemre jár nappal a tagozaton, annak ez a TB jogviszonya megvan. Szintén jelentős segítség lesz a gyerekek születésénél a jelzálog hitelelengedése. A második gyermek születésekor 1 millió, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermek születésekor pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam a szülők meglévő jelzálog hiteléből. Ez a kedvezmény július 1-től csak a lakás célú hitelekre kérhető. Mindezek a változások várhatóan az ingatlan piacra is jelentős hatással lesznek. Közel 800 millió forintból kezdődött a Sóstói Múzeumfalu felújítása tavaly júliusban. Az időjárási viszontagságok miatt azonban nem tudták befejezni az építkezést az eredetileg tervezett áprilisi időpontra. A munkálatok jelenleg látványos fázisban vannak. A legújabb tervek szerint augusztusban ismét birtokba vehetik a látogatók a múzeumfalut. Lassan láthatóak a sóstói skanzén felújításának eredményei. A bejárati épület például már elnyerte a tervező által megálmodott formát. Ugyan a belső munkálatok még folynak, de a tető már a helyén és a külső szigetelés, valamint a színezés is elkészült. Látványos a műtárgyraktár is, amely korábban egyszerű raktárépület volt. Ezzel a fejlesztéssel méltó körülmények közé kerül a múzeumfalu közel 40 ezer darabból álló gyűjteménye, amelyből mindössze 10 000-et láthatnak a látogatók. Nem csak a központban, a múzeumfalu egész területén új utak lesznek, így a látogatók sokkal komfortosabb körülmények között nézhetik meg az elmúlt évtizedek kincseit. De nem csak ilyen jellegű infrastruktúrális felújítást tartalmaz a projekt. A porták is megújultak, hiszen az is szembeötlő, hogy a zsindely tetejű épületeinken mindegyiken kicserélésre került a zsindely, főleg az iskolai épületünk volt nagyon rossz állapotban a tetőfedőanyaga, de nem csak ez, hanem a templom is megújult, a harangtorony,
Van egy kisnemesi házunk, amelyik szintén, illetve egy másik kisnemesi házunk, amelyik kiállító térként funkcionál, tehát ezek nagyon jelentős fejlődések a múzeumfalu életében, mert ezek igen nagy összegbe kerülnek, ezek a zsindelyek, hiszen fából készülnek, kézzel hasítják őket, és ennek a újrafedése ezeknek az épületeknek, ez most egy időre, pár tíz évre megoldotta ezt a problémát. A hagyományos meszelést minden évben elvégzik a szakemberek, hiszen az időjárás megviseli az épületeket, de az ilyen nagyszabású felújításokat csak pályázati forrásokból tudják kivitelezni. A mostani közel 700 millió forintos Európai Uniós támogatást az állam közel 100 millió forinttal egészítette ki. Ebbe belefér az is, hogy a központi rész új világítást kapjon. A múzeumfalu ismertetői ezentúl a magyar mellett angol, német, szlovák, lengyel és román nyelven is elérhetőek lesznek. Egy okostelefonos applikáció is készül, amely a tartalmi élményt bővíti majd angol és magyar nyelven. Olyan fejlesztések is vannak, amelyek a látogatóknak az élmény szerzéséhez járulnak hozzá, hiszen másolatban készülnek el tárgyak, amelyeket megfoghatnak, használhatnak a területőreink, tehát akik az egyes sportákon vannak és azokat gondozzák, ők is olyan viseletet kapnak majd, ami ennek a 20. század elejé korszaknak megfelelő, és amelyet ezen a vidéken, tehát itt a Észak-Kelet-Magyarországon viseltek az emberek, mert hogy szeretnénk, hogyha elkészül vagy befejeződik a beruházás, akkor a látogató egy olyan élménnyel gazdagodva menjen el, hogy kedve legyen megint visszajönni a múzeumfaluban. A színpadi részen fix ülőhelyeket alakítanak ki, ezek a szabadtéri programok megtekintését teszik kényelmesebbé. Ugyanezt a célt szolgálja a lelátó alatt kiépített kiszolgáló egység is. Több mint 70 segélyhívást fogadott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vasárnap este a vihar miatt. A legtöbb esetben úttestre, villany vagy telefonvezetékre dőlt fát távolítottak el a szakemberek. Hétfőn pedig több mint 50-szer vonultak a tűzoltók a megye számos pontjára. A nyári kánikula velejárója a hirtelen érkező vihar, ami heves esőzést és sokszor jégesőt is jelent. Vasárnap este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sem került el az ivatar, több helyen okozott ez fennakadást a közlekedésben. Több mint 70 segélyhívást fogadtak a katasztrófavédelmi igazgatóság tevékenység irányító központjában, a tűzoltók pedig több mint 50-szer vonultak ki a vihar okozta károk miatt a megye több településére. A legtöbb esetben úttestre, villany vagy telefonvezetékre dőlt fát távolítottak el. Tiszalökön betonoszlopot döntött ki egy lehasadt fa, és rázuhant egy személygépkocsira. Tyúkodnál villanyvezetéket tört ketté, és villanyvezetéket szakított le egy fa. Gondot okozott az összegyűlt csapadékvíz a pincékben, Rakamazon, Balsán és Újfehértón. Kisvárdán és Fehérgyarmaton épületek tetőszerkezetein a cserépborítását bontotta meg a szél, ami a forgalomra is veszélyt jelentett. 2016. júniusában 7 Szabolcs megyei település, több mint 700 háza sérült meg a viharos szélnek és a diónyi méretű jégesőnek köszönhetően. A vasárnapi vihar szerencsére ilyen súlyos károkat nem okozott. Már nem a múlt héten megszokott mértékben, de folytatódik az áresés az üzemanyagoknál. 5 forinttal lesz kevesebb a benzin és 2-vel a gázolaj átlagára szerdától. A júniusi árzuhanással 400 forint alá esett mindkét tankolnivaló ára, a hét közepétől pedig a 95-ös literjét már 377, a dízelét 386 forintért tölthetjük a kocsikba. Érdemes persze továbbra is figyelni az egyes kutak saját árait, hiszen ennél akár olcsóbban is tankolhatunk. A 8. helyen zárta a szezont a labdarúgó megyei első osztályban a Balkányi Ese. Mirgai László együttese 12 győzelem mellett 5 döntetlent játszott és 13-szor szenvedett vereséget. A játékos keretet és a lehetőségeket figyelembe véve a középmezőny elejét célozta meg a bajnokság előtt a balkányi futballcsapat. Az ősz nem a tervek szerint alakult a Mirgai László által irányított együttes számára, 4 győzelemmel, 4 döntetlennel és 7 vereséggel a 12. helyen terelt a Balkány.
A tavasz már jobban sikerült, 8 győzelem mellett egy döntetlen és 6 vereség a mérleg, ez a szereplés pedig összességében a 8. hely megszerzéséhez volt elegendő. Én azt gondolom, reális a 8. hely azért, mert kevesen voltunk. Sajnos ugye ezek a súlyos sérülések miatt nem tudtunk a keretbe hozni már játékost menet közben, és tavasszal egész jól szerepeltünk. Ugye én azt gondolom, hogy ez a 8. hely reális, és hát bízom benne, hogy az átigazási időszakban azért azt a 7-8 játékost, akit szeretnék, azt el is tudom hozni. És akkor már bízom benne, a következő szezonban dobogóért fogunk versengeni. A megyei fociban évtizedek óta dolgozó szakember szerint rendkívül kiegyensúlyozott volt a mezőny a megyei első osztályban. Mutatja az is, hogy 5 csapat még az utolsó fordulók előtt bajnok lehetett volna. Kieséssel ugyanez volt, úgyhogy szerintem ilyet még nem éltem meg. Ez azt jelenti, hogy szerintem kiegyensúlyozott volt a bajnokság. Hát ugye amikor mi Balkánnyal 2 évvel ezelőtt 16 ponttal nyertük a bajnokságot, akkor el lehetett mondani azt, hogy nem volt kiegyensúlyozott a bajnokság, de most le a kalappal, tehát itt nem volt kiemelkedő csapat. Mirgai László elmondta, hogy a felkészülés július elején kezdik el, és szeretné, ha addigra a csapathoz kerülnének az általa kiszemelt futballisták. Jó úton halad a Bozsik Akadémia. Az igazgató az elmúlt szezont értékelve kiemelte, megújították a szakmai programjukat, jól szerepeltek az utánpótlás labdarúgó csapatok a különböző bajnokságokban, és jó néhány játékosuk bekerült a Nyíregyháza Spartakusz keretébe. A Bozsik Akadémia keretein belül 12 korosztályban a 7 évesektől kezdve a 19 évesekkel bezárólag mintegy 300-an rúgják a labdát. A fiatalokkal több mint 40-en foglalkoznak. Mint az akadémia igazgatója elmondta, céljuk az, hogy a képzés, a család és a tanulás egységének fontosságát szem előtt tartva neveljenek embereket, és lehetőség szerint minél több futballistát adjanak a Spari felnőtt csapatának. Az idei évnek a fő célkitűzése az volt, hogy a szakmai programunkat frissítsük, megújítsuk, intenzívebbé tegyük, illetve elvégezzük azokat a szükséges korrekciókat, amire úgy gondoltuk, hogy szükségünk van. E tekintetben nagyon elégedett vagyok, hiszen a kollégáink borzalmasan nagy munkát végeztek. Ezeknek a folyamatoknak az eredményein azt gondolom, hogy hamarosan alapvetően látszani fog a játékunkon, a gyerekek játékán, a gyerekek felkészültségén. A második legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szakmai tevékenységünket az egyéni fejlesztések irányába vigyük el, és az erősségek kiemelésén, az erősségek továbbfejlesztésén, valamint a hiányosságok kompenzálásán legyen a hangsúly. E tekintetben is elégedett vagyok, bár még az út elején járunk. Úgyhogy a bajnokságokban is tartalmasan szerepeltünk, én azt gondolom, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a bajnokságokban elért eredmény az mindig csak egyfajta támpont, egyfajta visszajelzés, elsősorban arról a szakmai munkáról, amit a kollégák a hétköznapokban végeznek. Úgyhogy elégedett vagyok az évet, illetően sikereket értünk el. A legnagyobb értéknek azt tartom, hogy végre nagyon nagy számban van fiatal játékos a Nyíregyháza Spartakusz felnőtt csapatának keretében, és mindemellett a felső korosztályaink, az utánpótlás, ifi korosztályok is stabilan tudtak szerepelni. Az akadémia vezetése szeretné, ha tovább fejlődnének, ezért a következő szezonra is terveznek változtatásokat. A humán erőforrás tekintetében nagyon jó alappal rendelkezünk, de szeretnénk tovább fejleszteni a kollégáink felkészültségét. Folyamatosan azon dolgozunk belső képzéseinken, illetve külső képzések tekintetében is. A szakmai képzési programunkat azt az egyéni fejlesztés irányába szeretnénk elvinni. Szeretnénk egy olyan képzési programot megvalósítani, ami az erősségeknek a tovább erősítésére fókuszál, és nem a hiányosságoknak a kiemelésére. Szeretnénk az alsó szekcióban, tehát elsősorban a 7-11 éves korosztályban véglegesíteni azt a módszertani változást, amit az idei évben elkezdtünk. Ez játékközpontúvá teszi a munkánkat, élményközpontúvá teszi a munkánkat. Szeretnénk sokkal több, magasabb minőségű inget biztosítani a gyerekeknek, mert azt gondoljuk sokakkal ellentétben, hogy a futball az az együttműködéseknek a sportága, és az egész képzési rendszerünk az alsó szekcióban ez az együttműködésre épülő lesz a jövőben, nem pedig az egyéni képességek kidomborítására fókuszál. Ebben rengeteg feladatunk van. Mint arról már korábban döntés született, Örökösföldön egy minden igényt kielégítő utánpótlás képzőközpont létesül, amely együttműködik majd a magyar kormány segítségével épülő Szatmárnémeti Akadémiával.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 18-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerda reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. A záporok mellett zivatarok is előfordulhatnak. A szél jellemzően csak zivatarok idején támadhat fel. Fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az erős UVB-sugárzásra figyelnünk kell. A legmelegebb délutáni órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk. A folytatásban is füllett meleg nyári idő várható. A napközben megnövekvő gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, és több helyen valószínű csapadék az ország szinten bármely részén kialakulhat zápor-zivatar. A hétvégén egy hullámzó hidegfronthoz csapadékosabb változékony időt, melynek hatására kisebb mérséklődik majd a nappali felmelegedés mértéke is.